mindennapos gondjaink vannak szinte a létfenntartásunkkal, és nekünk nagyon nagy segítséget jelent az, hogy évente legalább egy alkalommal segítséget kapunk a Vodafone-tól, hogy az iskolánkat szépítsük. A 2010-ben kezdtük el igazából azt a keretrendszert kidolgozni, hogy a munkavállalók önkéntesként negyed évente egy munkanapot tölthetnek a vállalaton kívül, irodán kívül, és együttműködünk olyan szervezetekkel, anya és gyermek otthonokkal, ahova szeretettel várják a munkavállalókat. Nyilván minden vezetőnek fontos, hogy a kollégáival olyan helyzetekben és olyan szituációkban is együtt tudjon működni, amelyek eltérnek a klasszikus munkahelyzetektől, a rutin feladatokról. Azt látom, hogy a Y-generáció vagy a fiatalabb generáció, akik most belépnek a munkaerőpiacra hozzánk is, ez a mentális és morális motiváció, hogy jót teszek, hogy jól csinálom és hogy visszajelzést kapok erről külső személyektől, ez egyre fontosabb. Csak jól szeretnénk végezni a munkánkat, hanem igyekszünk jó dolgokat csinálni, jót tenni. Amúgy ez nagyon erősen a cégünk kultúrájának a része. Én mióta itt dolgozom, több alkalommal volt szerencsém ilyen önkéntes napon részt venni. Ez beleépült már a mi életünkben tulajdonképpen. Nem csak munkavégzés folyt, hanem programokat is szerveznek számunkra. Nem csak értéket teremtenek, hanem az önkéntesek beszélgettek is a gyerekeinkkel. A gyerekek azt látták, hogy a civil társadalomból érkezők azért érdeklődnek utánuk, kizökkennek a mindennapi megszokottságból. Én az önkéntességnek nagyon fontos szerepet tulajdonítok, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy egy ilyen lehetőséget megteremtettünk ennél a vállalatnál. Dolgozóink, akik ebben évente akár 4 napot részt vehetnek, ahelyett, hogy business as usual-be dolgozni tudnának, az ő számukra ez lehetőség arra, hogy mind csapat kicsit jobban összekovácsolódjanak, és arra is nagyon komoly lehetőség, hogy picit érzékenyebbé, társadalom felé nyitottabbá, empatikusabbá váljanak.